Erre az alkalomra egy plakátot is készítettek, amiben összefoglalták addigi munkájukat, illetve egy logót is terveztek a gyerekek, ami tükrözi az általános tudnivalókat, illetve az iskola szakmáit is bemutatja. A gyerekek nagyon élvezték a munkát, látszott, hogy érdekli őket a fenntartható, minél kisebb ökolábnyomot hagyó életmód. Pillanatok alatt ötletek születtek, és egy óra leforgása alatt egy 6-8 logót is terveztek. Utána mi elég nehezen tudtunk ebből választani, de muszáj volt, de nagyon jónak bizonyult, és 3-4 instrukciót adtunk át. Ehhez képest nagyon jól megfogták ennek a lényegét, és ebből én azt gondolom, hogy építhetünk rájuk. Tehát nekik vannak alapjaik, foglalkoznak ezzel a témával, és ez nagyon jó. Van, aki itt ismeri meg az iskolában ezt a témakört, de van, akinek nagyon nem új, és fel kell fedeznünk azt, hogy ebben a korosztályban igenis a 15-17 év, 18 éves gyerekek között igen komolyan foglalkoztatja őket az ökoélet, az ökológiai lábnyom kérdése. Az ökoiskola a pályázat kapcsán vállalta, hogy minden e köré a témaköré épülő városi rendezvényhez csatlakozik. Hogy mitől is lesz ökoiskola egy iskola? Hát igazából ennek elég sok kritériuma van. Egy pályázatot kell benyújtani ehhez, de attól még, hogy elnyerjük ugye ezt a címet, vagy egy pályázaton egy nyertesség lehetővé teszi azt, hogy viseljük a címet, attól még nem válunk automatikusan azzá. Sok olyan szóval lehet dobálózni, ami azért elhangzik a köznyelvben, vagy akár a híradóban, vagy nagyon sokat foglalkozik a média mostanság, a fenntarthatóság, az ökotudatos szavakkal, de hogy mi van ez mögött, azt sokszor nem is gondolunk bele. És az ökoiskola cím elnyerésével a feladatunká vált az, hogy ezt megéljük egyrészt az iskolában, világossá tegyük a gyerekek számára, a tanulók számára, hogy mi is ez az ökotudatos életműködés. Az iskola mindent megtett annak érdekében, hogy a pályázati feltételeknek maximálisan megfeleljenek. A tanulók a mindennapi élethez kapcsolódóan ismereteket szerezhettek az ökoéletmódról, még a saját szakmájukra vonatkozólag is. A fenntarthatósági héten pedig ennek alapján építették fel tevékenységeiket. Az iskolánk a Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakközépiskola 2022-23-as tanévben nyújtotta be az ökoiskola címre a pályázaton, amit el is nyertünk, több a féle programot, képzést és egyebeket vállaltunk ebben, ami részben már meg is valósult, nagyon sok dologgal foglalkoztunk a téma héten, és hát érkezett a jó hír, hogy a címet elnyertük 3 évre, 2026. augusztus 31-ig viselhetjük az ökoiskola címet. Természetesen ez idő alatt is tovább dolgozunk azon, hogy ezt joggal és büszkén viselhessük, illetve hogy pályázzunk ennek lejártakor az örökös ökoiskola címre. Nem csak a hulladékot gyűjtik mindenhol szelektíven, hanem még az utcán szemetet is szednek a diákcsoportok. De készült komposztálógödör, illetve egy magas ágyás is a fűszernövényeknek. A Tomoli Katinka általános igazgatóasszony vett részt, és vette át a címet a helyettes államtitkár úrtól, köznevelési helyettes államtitkár úrtól, és erre az alkalomra egy plakátot kellett készítenünk, amiben összefoglaltuk az addigi munkánkat, milyen tevékenységeket folytattunk itt az iskolában a diákokkal, illetve egy logót is terveztünk, ami tükrözi az általános tudnivalókat, az általános szakmai ágainkat az iskoláról, és hogy hogyan kapcsolódik össze ez az ökotudatos mindennapjainkkal. Ezt pedig a gyerekekkel terveztettük meg, mert úgy gondoltuk, hogy ők sokkal
ötletgazdagabbak, meg ezzel is sokkal inkább a sajátjukká válik. A résztvevők hamar magukénak tudták ezt a programot, lelkesen fogadták be az információkat. A minden apró részletet magába foglaló oktatás során még azt is megtanították a gyerekeknek, hogy például, ha vásárolnak, inkább helyi termelőktől vásároljanak.